Bori a tornász. Ez túl magas. Így jó lesz. Jó. Hopp. Most te jössz. Jó. Ezzel fel is léphetnétek. Mindig legurulok. Mert keveset bukfencezel. Bukfencezésnél domborítjuk a hátunkat. Igen, így. Én az oviban tanultam. Péntekenként tornázunk. Tényleg? Én is akarok tornázni. Rendben, Bori. Igen! Bori, dobhatom! Örülök, hogy itt vagy. A torna jó munka, és... Linda, mikor kezdjük már? Ismerlek, te vagy Bori. Igen, a Süni csoportból. Te a Maci csoportba jársz? Evelynhez. A nevem Emőke. Akkor sziasztok, majd jövök. Viszlát! Viszlát! Szia! Most esőcseppek vagytok az égből, most pottyantok le, és most legyetek állatok. Jó, most legyetek mind bogarak. Hátom fekszetek, és kalimpál a lábatok. Vicces! Szerintetek hátra tudják emelni a bogarak a lábukat a fejük mögé? Azt hogyan kell? Mindjárt megmutatom. És most a hátunkra fekszünk, felemeljük a lábunkat, és hátra visszük, aztán pedig vissza. Próbáljátok meg! Jó! Most pedig próbáljuk meg elérni a kezünkkel a lábujjunkat. Mutatom. A lábatok lehet nyújtva vagy behajlítva, ahogy kényelmesebb. Nektek sikerült? Az ugrás jobban megy. Én le tudok menni hídba. Ha? De jó! Ügyes vagy! A híd nagyon nehéz gyakorlat. Ez fantasztikus! Kinek mi a kedvence? Nóra le tud menni hídba. A békaugrás! Szeretek! És a kállamászás! Hát... Oszkár, te ma nagyon ügyesen egyensúlyoztál. Hol is? A padon. De... Most mind egyensúlyozni fogunk. Ez nagyon nehéz feladat. Végig mentek a padon, aztán felkapaszkodtok, és végül leugrotok a nagy, puha matracra. Nyugodtan kapaszkodj bele. Jó. Most te jössz, Bori. Jó. Ó, hű, de jól megy neked. Muszáj leugranom. Nem muszáj, de a matrac puha. Ugrasz, vagy lemászol? Ajjaj. Ugorj! Nézd csak így! Hopp! Hopp! Jó! Szép ugrás! Egy, két, és... Mi folyik itt? Gyakorlom a leugrást. Na, hadd lássam. Egy, két, és... megijedtem. Majd én elkaplak. Egy, két, és... Hát! Látod, bátor voltál. Nos, mit tanultál még? Ezt. Látod? Te tudsz ilyet.
Mindjárt meglátjuk. Ezt még gyakorolnom kell. Ma elmegyünk az őserdőbe. Felmászunk a sziklákra, és egyensúlyozunk a folyó fölött, ami tele van. Krokodillával. Bizony, és azoknak jó nagy szájuk van. Ham, ham. Igen, a liánon lógnak, és négy kéz láb futnak. Gyertek, majmocskák, menjünk tovább. Én is majom vagyok. Ham, ham. Melyik állat ugrál? A kenguru ugrál, de ő nem a dzsungelben él. Íme az őserdő. Melyik bátor kis majom csimpaszkodik fel a fára? Én! Remek! Ugorjatok le a fáról, és kúszatok át a bozóton. Ez az. Felmászunk a kötélre? Jó. Igen! Juhú! Nagyon jó. És ugrás. Bukfencezel egyet? Jó. Ez az ügyes. Most óvatosan átkelünk az erős sodrású folyó fölött ezen a keskeny fatörzsön. A folyó hemzseg a krokodiloktól. Én kezdem. Jól van, de kapaszkodj a rútba. Jó, rendben. Ügyes. És ki a következő? Én! Most pedig ugráljatok el az óriási sziklák fölött. Hajlékony vagy, Bori. Át tudod ugrani a sziklákat is. Nem, fennakadok. Akkor előbb gyakoroljunk, jó? Jó, hogyan? Azzal ott. Így, és hopp! Ha a kezedre támaszkodsz, menni fog az ugrás. Próbáld csak ki. Hopp! Jó, látod? Simon, Simon, ezt nézd! Hopp! De jó! Mindjárt utolérlek. Nem, nem kapsz el! Gyors vagyok! És hopp! Hé! Ezt jól csináltad! Mit? Jól átugrottad Lackót! Tényleg? Linda! Linda, átugrottam Lackót! A földön térdett! Tényleg? Remek! Már tudom is, hogy mit játszunk az óra végén. De ahhoz először melegítsünk be. Ugorjatok magasra. Nagyon jó. Még kettő, és egy. Aki kész van, fusson ide. Jó, és játszunk. Nézzétek, ez a tenger. Hula hopp, Karika, ezt ismerem. Bizony. Nos, szigetről szigetre ugrunk, és a végén... Hopp! Kibukfencezünk a száraz földre. És a parton lesz fagyi? Persze. Hopp, 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 hopp. Csurom, vizes lettél. És most jöhet az úszás. Most én jövök. Ügyes bukfenc volt. Jó, ügyes vagy, Simon. Nagyon ügyes. És most jöhet az ugrálós játék. Igen, a versenyugrálás. Az nyer, aki elsőként mászik fel a bordásfal tetejére. Jó. Gyorsabb vagyok. Jövök, Emil.
gyereke! Most én! Simon! Bori lett a győztes! Szia, Simon! Vicces volt! Mindenki nyertes! Ekkorát ugrottál! De jó! Jó nagyot! Nézd csak! Gyakoroltam! Igen! Láttad? A földig tudtam hajolni. Nem is rossz. Ügyes vagy, szép volt. Mi is gyakoroltunk, nézd. Gyere, ha? Simon. Na, mutasd. És... Hopp. És forgás. Jó. Hé, ez nagyszerű volt. És most ti? Nos, az van, hogy gyakorolnunk kell. Gyertek velünk ti is tornára! Nincs más választásunk. De jó! Magyar hangok. Bekár Adrien, Hámori Eszter, Berec Uwe, Gubányi György István. Magyar szöveg Friedrich Kati, szerkesztő Horváth Ádám Márton. Hangmérnök Géci Levente, szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkront az MTVA megbízásából a Hangkép szinkron csoport készítette. Bori a tornász. Ez túl magas. Így jó lesz? Jó! Hopp. Most te jössz. Jó! Ezzel fel is léphetnétek. Mindig legurulok. Mert keveset bukfencezel. Bukfencezésnél domborítjuk a hátunkat. Igen, így. Én az Obiban tanultam. Péntekenként tornázunk. Tényleg? Én is akarok tornázni. Rendben, Bori. Igen! Bori, dobhatom! Örülök, hogy itt vagy. A torna jó munka, és... Linda, mikor kezdjük már? Ismerlek, te vagy Bori. Igen, a Süni csoportból. Te a Maci csoportba jársz? Evelynhez. A nevem Emőke. Akkor sziasztok, majd jövök. Viszlát! Viszlát! Szia! Most esőcseppek vagytok az égből, most pottyantok le, és most legyetek állatok. Nyelzettek, elefántok vagyok. Jó, most legyetek mind bogarak, háton fekszetek, és kalimpál a lábatok. Vicces. Szerintetek hátra tudják emelni a bogarak a lábukat a fejük mögé? Azt hogyan kell? Mindjárt megmutatom. És most a hátunkra fekszünk, felemeljük a lábunkat, és hátra visszük, aztán pedig vissza. Próbáljátok meg! Jó! Most pedig próbáljuk meg elérni a kezünkkel a lábujjunkat. Mutatom. A lábatok lehet nyújtva vagy behajlítva, ahogy kényelmesebb. Nektek sikerült? Az ugrás jobban megy. Én le tudok menni hídba. Ha? De jó! Ügyes vagy! A híd nagyon nehéz gyakorlat. Ez fantasztikus! Kinek mi a kedvence? Nóra le tud menni hídba. A békaugrás! Szeretem! És a káromány! Szeretem!